ünnepi műsorral készültek az Apagyi Zrínyi Ilona általános iskola diákjai egy nemrég befejeződött EFOP-os pályázat projektzáró ünnepségére. Az állami fenntartású köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek infrastruktúrális fejlesztésére 38.760.000 forintos, 100%-os intenzitású visszanemtérítendő Európai Uniós támogatást nyert az intézmény. Azt gondolom, hogy szinte az összes iskola megújul, hiszen ez egy párhuzamosan futó projekt sorozat. Van a TOP, ami a területi operatív program, az önkormányzatok pályáztak az állami fenntartású intézményeknek a felújítására. Ezek is megindultak szépen, és van az EFOP, ez az emberi erőforrás operatív program keretéből finanszírozott beruházás. Megpróbáltuk úgy összehangolni ezeket a projekteket, hogy amely pályázatok kimaradtak a TOP-ból, azok legyenek benne az EFOP-ban, és úgy tudom, hogy a térségnek szinte 100%-ban minden oktatási intézménye megújul, emellett még ugye a tankerületeknek van önálló költségvetése, és ezekből a költségvetésekből vagy kipótolja a hiányösszeget, vagy pedig még azokat a kis beruházási hiányokat, amelyek nincsenek meg, azokat megcsinálják. Úgyhogy azt gondolom, hogy a vidék oktatási hálózatának infrastruktúrális beruházása az jó irányba harad. A támogatásnak köszönhetően a minőségi oktatás tárgyi feltételeit is biztosították. Az oktató és nevelő munkához használt helyiségek és a tantermek kopott parkettáját megjavították, az elavult fanyílászárók helyére új, korszerű műanyag ajtók és ablakok kerültek, és számos iskolai bútort is lecseréltek. A Nyíregyházi Tankerületi Központ igyekszik minden uniós forrást is megragadni, hogy saját költségvetési forrásaival kiegészítve fel tudja újítani az iskolaépületeket, modern, korszerű körülményeket tudjon teremteni a tanulóinak. Így történt ez itt az Apagyi Általános Iskolában is, ahol gyakorlatilag a belső burkolatokat, nyilázárókat és a festést kellett elvégezni, valamint nagy örömünkre a tornacsarnoknak is megtörtént a korszerűsítése. Ez azt jelenti, hogy kicserélték a tornaterem padlóját és megtörtént a falak teljes festése is. Mindezeken kívül átalakították a tornaterem fűtési rendszerét, leválasztották azt az iskolaépületről. A gyerekek most már modern körülmények között tudnak részt venni a mindennapos testnevelési órákon. Nagyon örültünk ennek a beruházásnak, mivel egy folyamatnak lett ez a vége, mert 2008-ban, illetve azt követően folyamatosan sikerült önkormányzati forrásból, illetve uniós forrásból az épületet felújítani. Maradtak még mindig hátra felújítandó dolgok, és a tankerület vezetésével, gesztorságával ez egy örömteli dolog volt. Mostan teljessé vált az épületnek a energetikai beruházása, illetve a korszerűsítési feltételek 100%-osak lettek. A beruházás célja, hogy javítsák a diákok tanulási környezetét és csökkentsék az iskolai lemorzsolódást.